Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a Kocka el van vetve mai epizódjában a kickstarterek.hu jóvoltából a Blazont fogom nektek bemutatni. Nagyon sok társasjáték bemutató csatorna, külföldi és magyar is, inkább a külföldiek elmondják, hogy mennyire lerágott csont témák vannak, amiket már halálosan unnak. Ugye Tom Wessel szokta emlegetni a kereskedés a földközi tengeren, mint egy lerágott téma. És lássuk be, tényleg vannak olyan témák, amik egy kicsit túl vannak használva. Ilyen az általános generikus középkor is. A játék játszódhatna bármilyen világba, de a kardok, páncélok, királyságok valós vagy kitalált környezetében játszódik. Jogos a panasz, viszont ez egyfajta igénytelenség is szerintem a szerzők részéről, ugyanis a középkoron belül rengeteg olyan téma van, ami nagyon izgalmas, és abszolút nincsen kihasználva. Nekem az elmúlt években az egyik legpozitívabb élményem ebben kapcsolatban a Gloria Game of Nights volt, ugye a lengyel Strategos Games-től, ami szintén egy középkorral foglalkozó játék, dögunalmas, lerágott téma, viszont egy kimondottan specifikus részével foglalkozik a középkornak, a lovagi tornákkal. A Gloria Game of Nights egy lovagi torna játék. És alapjába véve a most ebbe az epizódban bemutatandó Blazon is egy ilyen játék, nagy általánosságban a középkorral foglalkozik, de egy nagyon specifikus szertével, a címertannal. Ugyanis a Blazonban mindannyian a játékosok heraldok, és mindenki a saját címerpajzsát igyekszik a játékban kialakítani. Mindenki kap egy címerpajzs táblát, és alapjában jövő kártyákat draftolunk, kártyákat helyezünk el ezen a címerpajzs táblán, adott szabályok szerint, és a játék egy verseny, ugyanis három feltétel bekövetkezte, bármelyik feltétel bekövetkezte esetén a háromból véget ér a játék. Ha egy játékos összegyűjti legelőször az 50 győzelmi pontot, ha egy játékosnak teljesen betelik a címertáblája, és ha egy játékos mind az 5 bónuszkártyát teljesítette, milyen ez megtörténik, az összes többi játékosnak van még egy köre, vége a játéknak, összeszámoljuk a győzelmi pontokat, és a legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos nyeri a játékot. Hogy ki tud emelkedni a játék a tipikus középkori játékok közül, hogy vissza tudja adni azt a hangulatot, amit ígér, hogy sikerült, azt majd megtudhatjátok a játék végén az értékelésből és a véleményemből. Most legelőször nézzük meg, hogy mi van a Blazon, amúgy ez egy Deluxe Edition, nek a dobozában, utána a teljeség igénye nélkül elmagyarázom nektek, hogy kell játszani a játékkal, és az epizód végén majd jön az értékés és a véleményem. Nézzük is meg először akkor, hogy mi van a Blazon dobozában. Ha kinyitjuk a Blazon dobozát, akkor először is az angol nyelvű szabálykönyvvel találkozhatunk, ami nem túl vastag, egy kicsit a játékról, a játék célja, az alkatrészek képekkel, a felpakolás, a kártyákon melyik szimbólum, melyik információ mit jelent. Ugye tele van ezek a zöld sávos szövegek, ezek kis kiegészítő információk, plusz információk, és egy kicsit kultúrmisszió, tehát egy kicsit a heraldika történetét, a címertan történetét, a címerek történetét is kicsit ismerteti. Ugye, hogy játsszuk a játékot? A játékban összesen két akció van, kártyahúzás és kártyaelhelyezés. Hogy működik a kártyaelhelyezés? Példával a bónusz akció a kalamáris tokennek köszönhetően, hogy egyből kapjuk a győzelmi pontokat, hogy mikor kell frissíteni a képpel felfellévő kártyákat,
kézben tartható kártyák száma, mikor van a játéknak vége és játékvégi pontozás, egy kis opcionális szabály, és ennyi. Egy szóló szabálykönyv, ami még vékonyabb, egy központi tábla, ide helyezzük el az alakzat és a festékkártyákat, itt van minden, hogy miért, hogy kapunk győzelmi pontot a játék végén, a két akció és a kalamár is elő akciója, ide jönnek fentre a bónuszkártyák, a játékosok címer pajzsai, a győzelmi pontsávval, a 10 helyel, ahol elhelyezhetjük a kártyáinkat. Ugye minden helyre, vagy fenti, vagy lenti szlotra helyezhetünk el kártyát. Itt van, hogy az adott szlotra milyen kártyát helyezhetünk el. Kivéve a legalsó hely, arra csak egyfajta kártyát helyezhetünk el. Ugye ebből van 4. Itt jelöli, hogy ha mi érjük el először ezeket a helyeket, akkor kapunk egy 2 pontot érő jelölőt, az összes többi játékos pedig kap egy kalamáris tokent. 4 ilyen tábla van. Van egy kis zsák, amiben én a kalamáris jelölőket tartom. Tehát igazán nincsen olyan mechanizmus a játékban, titokba kéne húzni. A játékosok jelölői, ugye mindjárt mutatom. Egy győzelmi pont jelölő, 5 ilyen kis birtoklás jelölő, amit a bónuszkártyákra rakunk fel, hogyha teljesítettük a feltételüket, és ez a abatment token, ez az optional rule, egy kiegészítő szabály, felhasználhatjuk arra, hogy megszegjük a kártya lehelyezés szabályait, ha ezt a kártyát után lefedjük, ezt visszakapjuk, de hogyha ez a játék végén a címerpajzsunkon a mínusz 8 pontot ér, ugye ezekből a jelölőkből a 4 játékos színben a kártyák. Ugye vannak én színnek mondom, vagy festéknek, de amúgy, ha megnézzük a heraldikai fogalmakat, itt vannak minták is azért. Tehát például az argent, a szín, ugye az ezüst, vagy a sable, a fekete, de az ermine, az minta. Vagy például a potent. Az mondjuk úgy, hogy alakzatkártyák, de valójában ezek a különböző metszések, a címer metszések, tehát például fesz, ugye ami a pajzs, címer pajzs közepén egy sáv, vagy az estuchon, ami a pajzsban pajzs, vagy valami egyszerűbbet keresnék, például a kereszt. De vannak ugyanakkor heraldikai minták is benne, mint kereszt, vagy rózsa, itt egy nagyon egyszerű metszés, vagy olyanok, mint egy vaddisznó, vagy egy tigris. Tehát ezek az alakzatkártyák. Itt vannak a bónuszkártyák. Ezekből minden játékba felteszünk egy A, B, C, D, E kártyát, és ez megmondja, hogy játékos számtól függően adott feltétel teljesülésekor ki mennyi pontot kap. Tehát például 2 játéknál az a játékos, akinek először van fent a címerpajzsán a legalsó helyen, tehát ugye ez a kártya, egy olyan, amin kard, korona és lilium van, az kap 3 pontot. És ezen kívül ugye van itt a sávon ezek a helyek, amiket ha átlépünk, kapunk egy 2 pontot érő tokent, hát ez egy deluxe edition, tehát itt vannak a 2 pontot érő tokenek, grif, sárkány, farkas, oroszlán is, vaddisznó. Úgyhogy ennyi alkatrész van a játékhoz, mindjárt felpakolok, és a teljesség igénye nélkül elmagyarázom nektek, hogyan is működik, hogy kell játszani a blazonnal. Ahogy látjátok, fel is pakoltam a játékot 2 főre. Itt van a központi játéktábla a bónuszkártyákkal, az alakzatkártyákkal és a festékkártyákkal. Ugye eredetiben device és tincture, ugye kirakunk az alakzatkártyákból 4-et, a festékekből 2-t, mindenki kap egy saját táblát, 5 distinction,
tokennek hívja, ugye ezeket Distinction kárdoknak, nevezzük az egyszerűség kedvéért bónuszkártyáknak és bónuszjelölőknek. Egy kalamár is jelölőt, mindenki kap 2 darab alakzat és 2 darab festékkártyát, és egy győzelmi pont jelölőt. A játék nagyon egyszerűen zajlik. A játékosok felváltva cselekszenek és végrehajtanak egy akciót. Ez az akció lehet kártyahúzás. A kártyahúzás úgy megy, hogy vagy innen az alakzat pakliból veszek 2 kártyát, vagy a festékek közül, vagy egyet-egyet. A lényeg az, hogy miután ezt a 2 kártyát kiválasztottam és megnézem, ugye a kártyákon rajta van, hogy milyen típusúak. Ez a típus azt jelenti, hogy hova mehetnek. Ugye látjátok, kék hópihe. Van egy sorozatgyűjtés a játékban, ez a kard, kereszt, korona, és így tovább, és itt még 2, mindjárt lesek. Kard, kereszt, korona, nem is tudom, mi van még. Az a lényeg, hogy ezt a játék végén, akinek amelyikből a legtöbben, az kap 2 pontot, tehát hogy milyen típus, mennyi győzelmi pontot ér a kártya, tehát ugye hova mehet, set collection mennyi győzelmi pontot ér, hova tudjuk elhelyezni. De ez rajta van nagyban a táblán is. Tehát miután húztunk kártyát, az a lényeg, hogy mielőtt a kezünkbe vennénk azt a 2 kártyát, amit a körbe húztunk, kicserélhetjük a felfedettekkel. De alakzatot csak alakzatkártyára cserélhetünk, festéket csak festékre. És miután ezt eldöntöttünk, hogy cserélünk, nem cserélünk, utána vesszük a kezünkbe. És akkor ennyi a körünk. A másik akció lehetőség pedig, hogy elhelyezünk kártyát a pajzsunkon. Ugye itt vannak a különböző bónuszkártyák, erre figyelnünk kell, hogy melyiket csináljuk meg előbb, mert például 2 játékosnál, akinek előbb lesz 3 vagy több 5 győzelmi pontot adó kártyája, az kap 3 pontot. A második 1-et. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ezeken a kártyákon mit teljesítünk. Ugye a kezünkben lévő kártyák közül bármelyiket elhelyezhetjük, a lényeg az, hogy minden helynek van alsó és felső szlotja. Ugye annak kell kilátszódni, amilyen a kártya. És ha egy sort egyszer elkezdtünk alsó vagy felső szlotton, ott kell folytatni. Tehát nem csinálhatjuk azt, hogy ez felső szlotton van, ez meg alsón. Azt csinálhatjuk, hogyha ezt lerakjuk, akkor megpróbáljuk, tehát ha át tudjuk fedni az egész sort úgy, hogy akkor innentől mindegyik mondjuk lent legyen, az szabályos. Nem csak egy kártyát játszhatunk ki a kezünkből, annyit játszhatunk ki, amit ki tudunk fizetni, fizetni pedig úgy kell, hogy lejátszottam egy 4 győzelmi pontot érő kártyát, és el kell dobnom ugyanannyi győzelmi pont értékű kártyát a kezemből. És egyből kapok 4 győzelmi pontot. Ha tudok még, lejátszhatok több kártyát is. Mondjuk lejátszom ide ezt a 2 pontos festéket. Kapok még 2 pontot. Ezt addig csináltam, amit tudok fizetni. A győzelmi pontot egyből kapjuk, ugyanis verseny van. Mihelyest ezeket a pontokat elérjük, kapunk egy ilyen állatfigurát. Ez a játék végén 2 győzelmi pontot ér. Az összes többi játékos pedig kap egy ilyen tinktúra jelölőt. Ugyanúgy, hogyha valaki teljesíti először valamelyik bónuszkártyát, az ugye fogja, most tétezzük fel, hogy valamelyiket teljesítettem, ide rakja a jelölőjét, az összes többi játékos kap egy ilyen tinktúra jelölőt. És ez a tinktúra jelölő effektíve egy bónusz akció, amit bármikor a körünkbe használhatunk, az akciónk előtt, az akciónk után, és ez a tinktúra jelölő 4 dolgot tesz lehetővé a számunkra. Vagy lerakhatunk egy kártyát a kezünkből. Ugye 5-ös értékű kártyát rakok le, akkor 5 győzelmi pont értékű kártyát kéne dobni a kezemből, de a tinktúra jelző azt mondja, hogy elég egy 1-est is. Tehát nem kell kifizetni, bármit eldobhatok érte. Vagy felvehetek innen egy képpel felfel lévő kártyát a kezembe, amit utána egyből pótolni kell. Vagy
felvehetem valamelyik dobó paklinak a legfelső lapját, vagy megfoghatom az összes képpel felfelé lévő lapot, eldobhatom és újrahúzhatom őket. Ezen kívül, kicsit mint a Ticket to Ride-ba, van egy olyan mechanizmus, hogy ha egyfajta kártyából három lenne, most itt két ilyen van, de ha ebből három lenne, azért forgatom itt fel a lapokat, hogy találjak egyet, hogyha egyfajta kártyából három van kint, akkor a körömben dönthetek úgy, nem kötelező, dönthetek úgy, hogy teljesen ingyen ezeket eldobom, és újra húzok. Nem kötelező, lehet, hogy nekem az pont jó, de ha három egyforma szimbólumú, tehát ugye a szimbóluma négy sarokban van a kártyán, szimbólumú kártya van kint, eldobhatom. A játék egy kicsit verseny, ugyanis háromféleképpen érhet véget a játék, és ez mind a három verseny. Véget ér a játék, hogyha az első játékos eléri az 50 pontot. Az összes többi játékosnak még van egy köre, és véget ér a játék. Véget ér a játék akkor is, hogyha egy játékos teljesen lefedi az ő címerpajzsát. Tehát, ha valakinek szépen be van az egész pakolva, akkor véget ér szintén a játék. Megint egy kicsit keresgélnem kell, hogy elmagyarázzam az utolsó szabályt is majd. Igen. Tehát, ha ez megtörténik, miért valakinek ki van rakva teljesen a címerpajzsa, vége a játéknak. A harmadik pedig, hogyha az első játékosnak fent van itt a kártyákon az utolsó bónusz jelölője is, akkor is mindegy melyik helyen, akkor is egyből véget ér a játék. És akkor jön a pontszámlálás, ugye ezek a figurák a kard, a korona, vár, kereszt, és van egy, ja, és a fleur de lis, a lilium, akinek amelyikből a legtöbb van, az kap két pontot. Tehát kinek van a legtöbb a címerpajzsán, kinek van a legtöbb korona, az kap két pontot. Kinek van a legtöbb? Lilium kap két pontot. Megkapjuk a pontokat a bónuszkártyák után, minden megmaradt kalamár is jelölő egy győzelmi pontot ér, minden állat, amit megkaptunk, mert először léptünk át a pontokon, két pontot ér, akinek teljesen be van fejezve a címerpajzsa, az két pontot ér. Van még egy kis kiegészítő a játékba, van egy ilyen festékpacca token, amit arra használtunk, hogy teljesen szabálytalanul is lerakhatunk egy kártyát. Nem számít semmi lehelyezési szabály, viszont azt, ha használtuk, vissza is vehetjük amúgy, de ha fennmaradt a címerpajzsunkon, akkor mínusz 8 pontot ér, és akinek a legtöbb pontja van, az nyeri a játékot. Kicsit az elhelyezésről. Ugye alapjában véve az alakzatok elhelyezése nem túl bonyolult, vagy fentiszlott, vagy lentiszlott, hogy passzoljon. Vannak olyan helyek, ahova festéket, vagy figurát is rakhatunk. Tehát ide rakhatom ezt is, de ide rakhatom ezt is. Ami lényeges a festékekkel kapcsolatban, hogy az első sorba itt fent nem lehet három egyforma festék, de ha megnézitek, igazán kettő tudna lenni, mert itt ez nem ugyanazon a szlotton van. Tehát nem lehet egyforma festék ebbe a sorba, tehát nem lehet így, és ezen a két szlotton se lehet egyforma festék. Tehát csak ezen a kettőn. Itt se lehet két egyforma. Itt is van ez a kis egyenlőséggel lehúzva. Ezek az elhelyezési szabályok. Alapjában éve ez a festék token ezt írja felül, viszont bármikor lehetőségünk van a játékban arra, hogy egy lehelyezett kártyát felülfedjünk. Ugye, ha már ez a sor megvan kezdve, akkor arra figyelnünk kell, hogy ha meg akarjuk változtatni a kártyák pozícióját, az egész sort egy akcióval meg kell tudnunk változtatni. Tehát, ha én ezt így akarom lefedni, akkor ezt meg le kell fednem mondjuk így.
Tehát, hogy ugyanazon a felső vagy alsó pozíción legyenek a sorok. Csak a sorok. Oszlopok nem, csak a sorok. Úgyhogy nagyjából így kell játszani a blazon, nagyjából az összes szabályt elmondtam nektek. Mindjárt összepakolok, és megkapja a játék az értékelést, és elmondom róla a véleményemet. Akkor nézzük a játék értékelését. Mennyire jön át a játék témája? Én erre a blazonnak szemreben is nélkül adok egy 5-öst. Ez a játék nagyon jól visszaadja a témát. Nem nagyon tudom elképzelni ezt a játékot más témával, ebbe a formátumba. Voltak dolgok, amivel kapcsolatban elgondolkoztam a téma szempontjából. Én annak idején amatőr módon kicsit foglalkoztam heraldikával. Bizonyos dolgokat, amit itt a szabálykönyv ír ilyen flavor textnek, ismertető szövegnek, kultúrmissziónak, bizonyos egy dolgnál kicsit vakartam a fejemet, nem állt össze a kép, hogy mit akar ebben mondani a szerző, azt akartam mondani, hogy ha befejezzük a játékot és megvan a címerünk, akkor ez egy létező, tehát a heraldik a szabályainak megfelelő címer. Én ezt nem igazán értettem, de ez nem azt jelenti, hogy a téma nem jön vissza, és ez nagyon ilyen szőrszál hasogatás, de amúgy alapjában éven nagyon szuperül adja vissza a témát, úgyhogy én erre szemreben is nélkül adok a játéknak egy 5-öst. Milyen a játék minősége? Ez egy deluxe kiadás, mit mondjak róla, kiváló 5-ös. Még maga a szabálykönyv is, még ez a kis szóló szabálylap is szövetes papírból van, nagyon jó minőségűek, gyönyörűek az alkatrészek, úgyhogy én a minőségre adok egy 5-öst a játéknak. Milyen a játék megjelenése? Alapjában éve ez egy érdekes kérdés, én erre is amúgy egy 5-öst, egy kiválót adok a játéknak. Nincsenek lenyűgöző, megdöbbentően gyönyörű illusztrációk a játékban. Azért, mert alapjában éve a címertanról szól, ami egy viszonylag arról szól, hogy egyszerű legyen. Tehát bárhol, bárki le tudja rajzolni. Ugye az eredeti 5 szín és 2 fémet eredetileg különböző vonalkkal jelölték, vagy pontok, tehát hogy ne kelljen a színt használni se. Mondjuk a fekete, most nem emlékszem pontosan, csak egy példát mondok, egy fiktív példát, mondjuk a fekete az a ilyen csíkozás, az arany az a pöttyök, hogy még a színt se kelljen használni. Ehhez képest ugye erre nem lehet nagyon extrém illusztrációt rádobni, de szépek az illusztrációk. Ami illusztrációban szerintem szép és stílusos és abszolút passzol a játékhoz, úgyhogy senki ne várjon lenyűgöző illusztrációkat, de alapjában a játékhoz ezek az illusztrációk kiválóan járulnak hozzá. Milyen a játék tanulhatósága? Talán nekem ez a játéknak az egyetlen buktatója. Én erre egy 4-est jót adok a blazonnak. A blazon nem egy bonyolult játék, a blazont nem bonyolult megtanulni. Ennek ellenére, amikor kimondottuk, fel kellett mennem a Board Game Geekre, és beszélnem kellett, azt hiszem Davidnek hívják a szerzőt, Dave Conklin, igen. Tehát beszélnem kellett Dave-vel, mert nem volt egyértelmű. Ugyanis viszonylag sok szimbólumot használ a játék, ezek a szimbólumoknak 90%-a tényleg önmagát magyarázza és egyértelmű, viszont voltak olyan dolgok, amit egyszerűen nem értettünk, és a szabálykönyvben nem nagyon foglalkozik, abszolút nem igazán foglalkozik a szimbólumokkal, úgyhogy fel kellett mennem a Board Game Geekre, a Board Game Geeken 5 perc múlva válaszoltam, hogy David nekem, nagyon kedves volt. Én azt mondom, hogy kicsit úgy néz ki ez a játék, mintha egy első szerzős játék lenne. A megjelenése osztályon felüli Iano Tull csinálta az illusztrációkat, ő a grafikai tervező a játéknak. A szabálykönyv viszont nekem egy kicsit első szerzős, és hogyha valaki nem akar, tehát könnyen csalódhat valaki, akinek nem az az első reakció, hogy muszáj megkérdeznem, mert uram, bocsánat, be akarom mutatni ezt a játékot. Egy kicsit eltévedhet szerintem esetleg a szabályokban, nem azért, mert bonyolultak a szabályok, amúgy az az igazság, hogy az 5 perc alatt, mire David válaszolt a szabályokkal kapcsolatos kérdésünkre, mi Gyurcsival a hasunkra ütöttünk, eldöntöttük, hogy mit jelentett ez a szabály, és amúgy azt jelentette, tehát végül is ki tudtuk logikázni, de a szabálykönyv alapján nem volt egyértelmű, úgyhogy ez egy picit megnehezítheti a tanulást, én ezért csak egy 4-est adok a játéknak a tanulhatóságra. Újrajátszhatóság, én erre adok egy 5-öst a játéknak, változatos a játék, igaz, hogy minden bónuszkártyából csak
5 darab van talán, vagy 6 darab, de nincs olyan súlyuk, hogy ezen múljon. Ami miatt én amúgy a tanulhatóságra 4-est adok, annak ellenére, hogy beszélnem kellett a szerző, hogy mi a francra gondol, az az, hogy maga a játék egyszerű, és amúgy a szabályok jól vannak megírva, jól vannak megcsinálva. A győzelmi pont szerzés nagyon kiegyenlített. Rá lehet menni, és ez ugye már kicsit átmegy majd az összetettség és a stratégiába is, de itt az újrajátszhatóságról van még szó. Rá lehet menni bármire, és alapjában jöve a legfontosabb a játékban a címerpajzsunknak az építése, a kártya elhelyezés, itt viszont hatalmas nagy a változatosság. Nagyon nagyok a paklik. Ebben a Deluxe Editionben van egy kis mini kiegészítő is, ami plusz szín és plusz alakzatkártyákat is hoz be a játékba, úgyhogy kiváló az újrajátszhatósága, nem nagyon lehet ráunni a játékra. Összetettség és stratégia, én erre adok a játéknak egy 4-est, annak ellenére, hogy már az előbb az újrajátszhatóságnál is elkezdtem dicsérni, hogy nagyon jól kivannak egyensúlyozva a különböző pontszerzési lehetőségek. Viszont egyértelműen a legnagyobb hangsúly a címerpajzsunk építésére, tehát a kártyák lehelyezésére és a kártyák lehelyezéséért járó győzelmi ponton van a legnagyobb hangsúly, és itt egy kicsit belejátszik a játék kimenetelébe a szerencsefaktor is, hogy milyen kártyákat húzunk. Persze mindig van lehetőségünk arra, hogy cseréljük a kártyákat a kint lévőkkel is, de nem biztos, nincs garancia arra, hogy a kint lévő felfedett 4 alakzat és 2 festékkártya közt van olyan, ami nekünk jobb lenne, mint amit véletlenszerű felhúztunk. És ez a véletlenszerűség egy kicsit negatív irányba befolyásolja a stratégiát, nem jelentősen. Meglepő módon, annak ellenére, hogy nem egy hosszú idejű játék és nem egy bonyolult játék, van egy tanulási görbéje. Tehát az első pár játék nekünk nagyon más játékélményt nyújtott összetettség és stratégia szempontjából is, mint aztán a további játékok, tehát kicsit bele kell tanulni a játékba, de nem nevezném tökéletesnek az összetettség és stratégiáját, de egy jó 4-est adok rá. Sokféleképpen lehet győzelmi pontot szerezni, az egyéb győzelmi pont szerzési lehetőségek ki vannak egyenlítve, de egyértelműen a legfontosabb győzelmi pont szerzési lehetőség a kártyalevelhelyezés, ezt viszont befolyásolja a szerencsefaktort. Úgyhogy ezért kap csak 4-est az összetettség és stratégiára. Szubjektív játékélmény, én adok a Blazonnak egy 4-est, egy jó játék, szórakoztató játék, egy jó játék, gyors játék, és egy nagyon jó tematikájú játék. Alapjába véve én azt mondom, hogy vannak hasonló típusú játékok, semmi új mechanizmus nem talál fel a Blazon, szerintem egyértelműen kell egy kicsit érdeklődni a téma iránt, vagy szeretni a témát ahhoz, hogy valakinek egy kis, az a kis plusz játékélmény meglegyen, hogy mindenképp játszani akarjon a játékkal, de ha ez nincs meg, én akkor is azt mondom, hogy ez egy jó játék. Egy jó, gyors, szórakoztató, érdekes játék. Alapjában ő szerintem az a mechanizmus, hogy kártyákat helyezünk el, és számít a kártyák térben elhelyezése, ez szerintem eleve egy jó mechanizmus. Úgyhogy szerintem nekem szubjektíven a Blazon egy jó játék. Interakció, ugye, ami nem számít az értékelésbe, hát erre egy 2-est adok a játéknak, nem igazán van benne interakció. Verseny, a pontszerzési lehetőség, ezen kívül viszont semmiféle interakció nincs a játékosok között. Igazán építi mindenki a saját kis passziánsz, saját kis címer pajzsát, és egyszer csak bekövetkezik a 3 feltétel közül az egyik, amivel véget ér a játék. Tehát nem egy erős interakciójú játékról van szó. A kategóriákban elért pontszámok alapján a játék 4,57-et kap, és én matematikailag felfel kerekítek, tehát adok erre, ennek a játéknak felfel kerekítve egy kiválót. Amit mindenképp el tudok mondani pozitívumként a játékról, hogy nagyon jó adja vissza a témát, nem egy bonyolult játék, nekünk ugye egy kicsit a szabályjogba be kellett mászni, meg kellett kérdezni a szerzőtől, de amúgy nem egy bonyolult, abszolút nem bonyolult játék. Gyors játék, alapjával jövő semmi új mechanizmus nem használ, de ami mechanizmusokat használ, azokat jól használja,
azok mind szórakoztatóak, úgyhogy én azt mondom, hogy adok ennek egy játéknak egy ötöst, ugye nem színötöst adott, nem kapott, nem minden kategóriára kapott ötöst, tehát azért nem az a játék nekem, ami ott ül a társasjáték élmények csúcsán, mint amiket szoktam emlegetni, a Firefly, vagy a Village, vagy ugye most a Gentes a legutolsó, amiben így befutottam. Tehát nem egy kiváló, ugye négy kategóriába kapott ötöst, három kategóriában négyest, de összértékelésben én merek neki adni egy kiválót. A Blazon alapjával jövő egy szép, gyors, könnyen tanulható, nem könnyed, tehát van azért egy tanulási görbe benne, de egy olyan filler játék, aminek a témája és a stratégiai lehetőségei túlmutatnak azért a filler játékokon, viszont nekem, és ez szubjektív amúgy, hogy mi a filler, valaki azt mondja, hogy csak az a játék filler, ami 5-15 perc alatt lejátszható, én azt mondom, hogy ami 40 perc alatt lejátszható, az mind filler, azokhoz képest, amiket szoktunk játszani. Tehát ilyen értelemben nekem ez egy filler játék, egy rövidebb játék, viszont mind tematikailag, mind szabálytechnikailag, mind stratégiailag összetettség szempontjából túlmutat ez a játék egy sima mezei filler játékon. Ez a játék nem ugyanazt az élményt nyújtja nekem, mint egy King Domino, egy Sushi Go, egy Imhotep, vagy egy Babszüret, vagy egy Oh My Goods, az Oh My Goods, amit mostanában nagyon-nagyon szeretek, de, és talán még arra tudnám ugyanezt elmondani, hogy túlmutat, és ugye azon a listán, amit csináltam, hogy túlmutat a doboz méreten, a játék első helyezett is volt a Király járó. Szerintem a Blazonra is igaz ez, hogy túlmutat a doboz méretén, a játékidőn túlmutat a játékélmény pozitív irányba. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, Dudás Lajos vagyok, ez a Kocka el van vetve, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Köszönjük a kickstarterek.hu segítségét a mai epizód elkészítésében. A kickstarterek.hu webáruházban olyan játékok közül választhattok, amiket a társasjátékos tulajdonosok a Kickstarteren szereztek be, sokszor deluxe, komplet vagy jubileumi kiadásban. Tavaly év vége óta a kickstarterek.hu tököli társasjáték boltjában is megnézhetőek és megvehetőek a játékok, nem csak az interneten.